A kisgyermekek immunrendszerére kifejlesztett pneumokokkusz baktérium elleni konjugált védőoltás az idősödő felnőttek egészségét is óvhatja. A 2 év alatti és a 60 év feletti felnőttek immunrendszere, vagyis a B-sejt populációja hasonló. A B-sejtek a fehérvérsejtek egy olyan része, amelyek a tokos baktériumok elleni küzdelemben vesznek részt. Az ember egy előre megszabott B-sejt populációval születik. Annyi van egész életünkben, amennyivel születünk. A B-sejteknek az érése, tehát a teljes funkció létrejötte, az 2 éves korra következik be, egyes immunológusok szerint akár 5 éves korra. Aztán, amikor a B-sejtek érése bekövetkezett, akkor elvileg a legalkalmasabb a szervezet arra, hogy a B-sejtek révén tokos baktériumok ellen küzdjön. Addig ez hiányosan működik, tehát mi fogékonyabbak vagyunk, a gyerekek, a pneumokokkuszra, a meningokokkuszra, a hemofiluszra. Ezért kell tokos baktériumok ellen őket megvédeni. Az életkor előre haladtával a velünk született B-sejtek mennyiségéből használunk. Elfogynak. Az idős ember ugyanolyan esendő lesz egy idő után, mint a gyermek. Tehát az ő immunrendszerébe is leginkább a B-sejtek estek ki, akkor egy másik sejtvonalra ható oltóanyagot kell használni ahhoz, hogy erőteljesebb immunválaszt, egyáltalán immunválaszt tudjunk kiváltani. A választható védőoltással tehát a szülők megvédhetik a gyermeküket és a nagyszülőket is egy esetleges fertőzéstől.